Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Olyan egyenleteket fogunk megoldani ebben a részben, amikben zárójelek vannak. Egy kicsivel nehezebb, mint ugye az alap egyenletek, olyan szempontból, hogy tudni kell, hogy hogyan kell helyesen felbontani a zárójeleket, mert hogyha ezt már mondjuk az elején elrontanánk, akkor utána biztos az egyenlet megoldás is már hibás lenne, tehát ezt mindenképpen érdemes szerintem külön átnézni. Van egy olyan egyenletünk, hogy 2x plusz 2x x plusz 1 egyenlő 10-zel. Oké. Okay. Ha ismerjük a mérlegelvet, akkor tudjuk, hogy úgy fogjuk ezt az egyenletet megoldani, hogy ugye mindkét oldallal hasonló műveleteket fogunk elvégezni, így ugye folyamatosan szépen egyre egyszerűbb alakokat kapunk, míg a végén megkapunk valami olyasmit, hogy x egyenlő valamilyen szám, és hátra és maximum már csak le kell ellenőriznünk, és rájönnünk, hogy milyen szuper jól dolgoztunk. De a lényeg az, hogy ugye a legelső lépés ilyenkor az lesz, hogy ezt a záróját valahogy fel kellene bontani. Öm, hát itt is van egy x-ünk, illetve kettő is, itt meg a zárójában is van x, tehát biztosan nem fogunk tudni a zárójá felbontás nélkül tovább haladni, úgymond ezt az x-et innen ki kéne szabadítani ahhoz, hogy utána öm, itt a, ehhez az x-hez tudjuk öm, párosítani és összevonni őket, hogy aztán tudjunk velük dolgozni a továbbiakban is. Oké, okay, túl sokat beszélek, kezdjük el megoldani ezt az egyenletet. Öm, úgy kezdjük, hogy felbontjuk ezt a záróját, ami a bal oldalon van, ezt van, aki kiírja, hogy zárójel felbontás. Én nem szoktam általában, de most írom, hogy felbontjuk a zárójelet. Öm, 2x, az természetesen itt marad a bal oldalon, azzal nem foglalkozunk, viszont itt már izgalmasabb lesz a helyzet. Öm, ugye itt a kettővel van megszorozva az x plusz 1, tehát egy ilyen záróját úgy bontunk fel, hogy ezzel a plusz 2-vel meg kell szoroznunk az x-et is és meg kell szoroznunk a plusz egyet is. Mivel itt ugye ez, ugye, itt az x és a plusz egy is külön-külön egy tag, ezért mindkét tagot meg kell szorozni az előtte lévő ö, szorzóval, úgy mondom, itt a plusz kettő, tehát akkor plusz kettő x, ugye az lesz a plusz 2-ször x, és plusz, a plusz 2-ször plusz egy, az pedig ugye, plusz kettő, tehát így tudtuk felbontani a zárójelet. Itt pedig a jobb oldalon ugye nem csinálunk semmit, csak simán leírjuk a tízeste, hogy eddig volt. Oké, ez nekünk azért nagyon jó, mert már nincsen zárójel, most már nyugodtan össze tudjuk vanni itt a bal oldalt, hiszen itt már látjuk, hogy vannak egy nemű kifejezések. Ugye természetesen ezt eddig azért nem tudtuk volna összevonni, mert amíg zárójában van itt például az x eddig én biztos, hogy nem tudom, ezzel az X-el összevonni, hiszen itt ugye megvan szorozva valami, stb. stb. Mindig azzal kezdjük, hogy felbontjuk a zárójelet. Oké. 2x, meg 2x, ha ezeket összevonom, az összesen 4x plusz 2, az egyenlő lesz a 10 -zel. és akkor, hogyha én kivonom mindkét oldalból a 2-t, akkor elérem azt, amit szeretnék, tehát azt, hogy itt megmaradjanak az ismeretlenek, a számokat viszem át a jobb oldalra, tehát akkor itt 4x lesz, a jobb oldalon pedig simán 8, mivel ugye 10-ből is ki kell vonnom ugyanúgy a kettőt, ahogyan a bal oldalból is. Oké, okay, nagyon szép végeredményünk lesz, már látható, hiszen a 4x, ugye én nem szeretném, hogy itt 4x legyen, csak x, tehát én a 4 le kell, hogy osszak, és akkor megmarad az, hogy x egyenlő kettővel. Oké, okay. ellenőrizzünk, ellenőrizzünk a rend kedvéért itt is x helyére beírjuk a kettest, és megnézzük, hogy biztosan egyenlő lesz az egyenlet bal és jobb oldala, akkor 2 ször 2, plusz 2 ször 2 meg 1, kérdés, hogy egyenlő a 10-zel, számoljuk ki gyorsan, 2 ször 2 az 4, meg 2 ször, ugye a 2 meg 1 az 3, egyenlő a 10-zel, 4 meg 6, az 10, egyenlő 10 -zel, tehát jól dolgoztunk. Az ellenőrzésbe bizonyította, hogy helyesen oldottuk meg a feladatot, úgyhogy nézhetjük a következő egyenletet. A második egyenlet már egy kicsivel finomabban néz ki, mert ugye három zárójel is van, és nem meglepő módon azzal fogjuk kezdeni, hogy felbontjuk mind a hármat, Független attól, hogy az a bal vagy a jobb oldalon van, mi ezzel kell, hogy kezdjük, és miután felbontottuk a zárójeleket, azután fogjuk összevonogatni azokat, amiket összetudunk. Én azért kísírom, akkor most ugye azzal kezdjük, hogy felbontjuk a zárójeleket. Nézzük meg, hogy egyenként mi történik velük. De az elsőnél 6 x 5 2 x van, tehát akkor én a 6-től ugye meg kell, hogy szorozzam az 5-öt is, és a minusz 2-t is. Ugye akkor az a 6 x 5 az 30, 6 x 2x, ez pedig ilyen mínusz 12x lesz. Oké, okay. Az első zárójel az megvan. Megyünk tovább. Mínusz x 4. Nagyon-nagyon gyakori hiba, és direkt azért raktam bele egy ilyet, hogy ha egy zárójel előtt egy negatív előjel van, akkor hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy ott nincs előtte semmilyen szám, de vigyázzunk arra, hogy itt egy egyes megbújik, tehát mínusz 1 szer x 4, tehát hogyha én ezt a záróját felbontom, akkor úgy kell gondolkodnom, hogy a mínusz egyel szorzom meg a zárójelben szereplő két tagot, tehát akkor mínusz egyszer x lesz egyrészt, az mínusz egy x, én most csak írom mínusz x-nek, és a mínusz egyszer mínusz négy, az pedig plusz négy lesz. Úgy is lehet gondolkodni, hogy ha egy negatív előjel van egy zárójel előtt, és ezt felbontjuk, akkor a zárójelen belüli tagok ugye előjelet váltanak, ugyanazt történik, ugyanazt, jelenti ez is. Szerintem lehet arra emlékezni, hogy egy mínusz egyszeres szorzó van. Oké, a bal oldalon meg vagyunk. Jobb oldalon a hármashoz nem nyúlunk, hiszen ugye az önmagában áll, nincsen semmilyen zárójel, viszont itt van egy nagyon hasonló zárójel, itt is mínusz egyszeres szorzó van, tehát akkor mínusz egyszer 2x, és mínusz egyszer plusz 2 lesz, mínusz 1 2x, az mínusz 2x, én már itt előre ki is írtam a negatív előjelet így, így ösztönösen, és a mínusz 1 2, az pedig mínusz 2. Nagyon jó. Minden zárójelet felbontottunk, összevonhatjuk azokat a kifejezéseket, amiket összetudunk. Nézzük meg a, először a bal oldalon, miket tudunk összevonni. Van itt számból egy 30-as, illetve még plusz 4, akkor az 34 összesen, ismeretlenekből pedig van mínusz 12, hát akkor ezt ilyen pöttyösnek csinálom, vagy szaggatott vonalnak, Mínusz 12x és még mínusz 1x, tehát akkor az összesen mínusz 13x, a jobb oldalon pedig van 3-as és mínusz 2, az összesen plusz 1 és mínusz 2x, azok az ismeretlenek. Nagyon vigyázzunk arra, hogy itt mindig előjelen együtt nézzük a számokat, vagy ismeretleneket, tehát itt nem csak a 3-as, meg a 2 nézzük, hanem itt mínusz 2 van, nagyon vigyázzunk arra, hogy az előjeleket is muszáj figyelembe vennünk, csak úgy tudjuk őket összevonni. Oké, okay. 34-13x az egyenlő 1-2x-el, innen már feltehetően nincsen nehéz dolgunk, visszük az egyik oldalra az ismeretleneket, a másik oldalra a számokat. Most akkor egy kicsit másmilyen dolgot is lássunk, most akkor a jobb oldalra viszem az ismeretleneket. Én ezt a mínusz 13-at szeretném átvinni oda, mínusz 13x-et. Tehát akkor hozzáadok mindkét oldalhoz 13x-et. Azt kapom, hogy 34 marad itt, itt pedig 1, és a mínusz 2x-hez hozzáadom a 13x-et, akkor az mínusz 2 plusz 13, az akkor összesen 11x. Oké, okay a számot pedig, ami itt maradt még a jobb oldalon, azt átviszem a bal oldalra, tehát kivonok mindkét oldalból egyet, akkor azt kapom, hogy 33, hiszen ugye 34-ből is ki kell vannom, az egyet, egyenlő 11 x en Na, de nekem nem 11x kellene, hanem csak simán egy darab x, tehát leosztom mindkét oldalt 11 en és akkor itt megmarad a egy x simán, 33-at pedig leosztom a 11-jel, 3 egész, tehát x egyenlő 3, 3 egyenlő x, mindegy, hogy melyik, melyik oldalon van. Végeztünk, tehát kész vagyunk az egyenlettel. Most az idős porolás miatt én most ezt nem fogom ellenőrizni, inkább csináljunk egy harmadik feladatot, és ott is zárójelekkel fogunk találkozni. Oké, okay, itt a harmadik feladat. Első nem nagyon csúnyának tűnhet, de gyorsan látni fogjátok, hogy egy-két könnyű átalakítással itt se fogunk olyan nagyon sokáig kínlódni ezzel az egyenlet megoldással. Nézzük meg, hogy mi történik, mit is láthatunk itt. A jobb oldalon egyáltalán nincsen zárójel, viszont a bal oldalon van zárójel, nem hogy sima zárójel, hanem ilyen szögletes zárójel is, amit általában azért szoktunk használni, hogy ha itt van belül egy sima zárójel, akkor ugye a másik zárójel, ami kívül van, azt általában ilyen négyzetes zárójállal szoktuk, de lehet olyannal is találkozni, a négyzetes helyett is csak sima zárójelt írunk, teljesen mindegy. Az is ugyanolyan funkciót tölt be, mint az eredeti általunk már ismert zárójel. Oké, okay. hogyan tudjuk ezt felbontani? Értelemszerűen zárójel felbontással kezdünk, viszont arra kell figyelnünk, hogy itt mindkét záróját nem fogjuk egyszerre felbontani, hanem először az egyiket, és utána egy következő lépésben a másikat. Kérdés az, hogy melyik zárójelet bontsuk fel, inkább a nagyot, vagy inkább a kicsit. Ilyenkor mindig úgy szoktunk dolgozni, illetve hát szerintem majdnem mindig, hogy belülről kifelé haladunk. Tehát először a lehető legkisebb záróját, a legbelső záróját fogjuk felvontani. Tehát ezt a 3-x-es záróját bontom először fel, és utána fogom a nagy záróját felvontani. Ugye ez annyit jelent, hogy a plusz 5 meg kell szoroznom ezt a plusz 3-at és a minusz x-et is. Tehát először én még a 4 és a nagy záróját ugyanúgy kirakom tehát azt ugyanúgy tovább viszem, viszont a zárójel, a nagy zárójelen belül már kicsit fel fogom bontani. Plusz 5 ször 3 az plusz 15, plusz 5 x, minusz x az 5x, és a plusz 2x pedig itt, ami a végén van, az marad ugyanúgy. A nagy zárójelet ezt ugye tovább cipelem, de hát igazából csak a következő lépésig, ez itt ugye marad, ahhoz nem nyúlunk, és akkor kiírom még egyszer, ugye még egyszer, zárójel felbontást fogunk csinálni. <kül> és most már jöhet az, hogy a nagy zárójelet is felbontjuk. Felbonthatnánk akár egyből, de akkor még most szerintem először vonjuk össze azt, amit össze tudunk vonni a zá nagy zárójelen belül. Tehát akkor végül is nem is kellett volna kiírnom a zárójel felbontás először, akkor ezt még letörlöm, akkor először vonjunk össze, és utána bontjuk fel a zárójelet. De egyébként, hogyha egyből felbontanánk a záróját, akkor is jól dolgoznánk, csak egy kicsit egyszerűbb lesz a dolgunk. Tehát akkor nézzük meg, mit tudunk a zárójelen belül összevonni. Itt ugye van egy 3-as, van egy 15-ös, az a két szám, ugye 3 meg 15, az 18. Itt pedig mínusz 5x és plusz 2x. Mínusz 5 plusz 2 az mínusz 3, tehát 3x lesz a zárójelen belül. És akkor itt. Kérjük a nagy záróját. Csinálnánk azt, hogy itt a szögletes zárója helyett már sima záróját rajzolunk, mert most már csak ez az egy van benne, de egyébként szerintem ez teljesen mindegy. Oké, okay. és akkor most bontjuk fel a zárójelet, akkor most már kiírom. Előbb összevontunk, most zárójel felbontás van. És akkor itt mi történik? Hát ugyanaz, mint ahogy eddig is bontottuk fel a zárójeleket. Négyel megszorozzuk a 18-et is, illetve a -3x-et is. 4 18 72, 4 3x, az pedig mínusz 12x. Oké, okay. egyenlő a 6 mínusz 6x-el. Egyébként, hogyha először bontottuk volna fel a zárójelet, és utána vonogatunk össze, akkor ugyanezt kaptuk volna meg, csak akkor először a 4-gyel mindent meg kellett volna szoroznunk külön, és utána vonjuk össze őket ugyanazt kaptuk volna, hogy 72-12x. Oké? Okay És akkor most már csak a szokásos feladatunk van hátra, vigyük az ismeretleneket az egyik oldalra, számokat a másik oldalra. Én azt szoktam javasolni, hogy általában érdemes úgy csinálni, ha van rá lehetőségünk, hogy a ismeretleneknek az előjele az lehetőleg pozitív legyen, tehát akkor én most a 12x-et fogom, 12x-et viszem át a jobb oldalra, mert akkor már láthatom, hogy pozitív lesz az előjele. Tehát hozzáadok 12x-et mindkét oldalhoz, és akkor itt marad az, hogy 72, a mínusz 12x az eltűnik, és 6, a mínusz 6x-hez pedig hozzáadom a 12x-et, az plusz 6x, ugye ezért csináltam, hogy a jobb oldalra viszem őket. És akkor ezt a 6-ost ezt nem szeretném ide, mert át a bal oldalra, tehát kivonok 6 mindkét oldalból, 72-ből 6 az 66, itt pedig ugyan megmarad a 6x, és akkor már csak annyi a dolgom, hogy elosztom mindkét oldalt 6 hogy ez ne 6x legyen, hanem csak simán 1x. x egyenlő, 66 osztva 6 tal lesz. Milyen szép, hogy ez 11 egész. Nagyon jó, hogyha én most ide visszaírnám az x helyére a 11-et, akkor ez a nagy csúnya kifejezés, ami a bal oldalon van, az egyenlő lenne a jobb oldalon szereplő kicsivel kellemesebb kifejezéssel. Én most szintén nem fogom leírni az ellenőrzést, nem fárasztalak ezzel titeket, hogyha esetleg valaki <laughs> olyan elegáns, hogy ezt még megcsinálja pluszba, és elrontottuk volna, akkor írja meg kommentbe, de remélhetőleg nem így történt, következő részben már törtes egyenleteket fog megnézni.